Mentoráltak 2015-2016. A Kiválóságok Klubja egyik mentoráltja, Szilágyi Fanni, rendező operatőr. Fannit kora gyermekkorától érdekelte a képalkotás. Először az általános iskolában Geisbühl tündefestő művész óráin alig 8 évesen festett mesék ihlette képeket. Ez az inspiráció későbbi látásmódjára is befolyással volt. Nekem szerintem egészen kivételesen csodás gyerekkorom volt, és a szüleim is csodálatos emberek. Mindketten filmezéssel foglalkoznak. Sosem mondták, hogy én ezt csináljam. Lehet, hogy úgy tereltek, hogy észre se vettem, mert akkor nagyon jól csinálták, de én nem éreztem a nyomást. Én csodáltam, amit ők csináltak, és akkor így bekapcsolódtam. A Vörösmarty Gimnázium drámatagozatán érettségizett, majd a dániai Aarhusban már fotográfia és filmszakon kezdte meg tanulmányait ösztöndíjasként. Volt egy ilyen ösztöndíj, és másfél évig fotózni, meg hát ilyen filmes elméletet tanultam, meg ilyen filmkészítést, de hát egészen nagy vonalakban. Tehát még ha visszajöttem Dániából, akkor már egészen biztos voltam abban, hogy mit szeretnék, és fényképezést akartam tanulni, és felvételiztem Kaposvárra, aztán az operatőr szakra, aztán így jól beleragadtam ebbe a filmezésbe, amit nem sajnálok. Érdeklődése egyre inkább a mozgókép irányába fordult. Jelentkezett a Színház és Filmművészeti Egyetem operatőr szakára, ahol Máté Tibor és Vecsernyés János osztályában végezte a BA szakot. Két teljesen különböző látásmód, de valahogy így ez a kettő annyira jól kiegészítette egymást, és nagyon sokat tanultam az alatt a 3 év alatt, azt hiszem, és a csoporttársaimtól is. Egy ilyen workshopként működött szerintem ez az osztály. Az operatőr szakon is rendeztünk egymásnak filmeket. És hát nem tudom, tetszett. Úgy gondoltam, hogy ez jó, és kipróbálnám még. Ezért felvételiztem a rendezőszakra. A mozgókép iránti szerelme inspirálta arra is, hogy mesterszakra már filmrendező osztályba jelentkezzen, ahol osztályfőnöke Gotár Péter. Egy egészen másfajta gondolkozás kezdődött itt. Először, amikor úgy éreztem, hogy ez borzasztó nehéz, és túl sok mindenre kell figyelni, azt hiszem, hogy ott kezdtem el felfogni, hogy ez micsoda. Az elmúlt 2 év sok sikert hozott Fanni számára. Operatőrként több munkáját válogatták be, és díjazták különböző seregszemlék versenyprogramjában. Rendezőként pedig a Kamaszkor vége című rövidfilmjével a Friss Hús Fesztivál legjobb rövidfilmdíját kapta meg. Az egy ikerpár felnőtté válásának pillanatait bemutató kisfilm a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál és több más nemzetközi mustra versenyprogramjába is meghívást kapott. Hát eddig nagyon foglalkoztatott a mágikus realizmus. Apró emberi érzéseket próbáltam úgy megfogalmazni, hogy mégis legyen benne valami furcsa. Minden filmje valahogy a valóságban játszódik, de ugyanakkor mindig érződik, hogy ez a valóság, ha nem is szürreális, de groteszk. Humora van. Úgy gondolkozom mindig egy történeten, hogy abban keresem magam, hogy valahogy így bele tudjam rakni a szereplőt abba, olyan helyzetekbe, amik életszerűek, és lehetőleg már átéltem. Fanni a Kiválóságok Klubja mentori programjába Báron György ajánlására kapott meghívást. Fanni egy operatőr osztályba jött be. Amikor belépett, akkor nagyjából azt hittük, hogy tévedésből jött, mert hogy ez nem a színész szak, mert úgy nézett ki, mint a drámai szende a színházi szakon. Aztán kiderült, hogy egy nagyon kemény és határozott jellem tejéke mögött, a nagyon ábrándos és szendek külső mögött, és ugyanakkor viszont minden filmjén látszik valahogy, hogy egy női érzékenység készítette ezeket a filmeket. Nem akarom magam megfogalmazni, azt hiszem, hogy zavarba jönnék ettől, hogyha én magamat próbálnám a vászonra úgy, ahogy van oda rakni. Nyomokban tartalmazza a karakter az én érzéseimet. A Wim Wenders mondta, hogy a film az nagyon közvetlenül nyers és a valóságot ábrázolja, tehát nem olyan áttételes, mint a költészet vagy a zene, és azt mondta, hogy a nők jobban értik ezt, a nők és a gyerekek, amíg el nem felejtettetik velük. És úgy gondolom, hogy ez a női és ez a gyermeki értékenység a valósághoz. Ez nagyon erősen benne van a Fanni képeiben és a Fanni filmjeiben. Jelenleg rendezői diplomamunkáin dolgozik, és álmai beteljesülésén egy saját nagyjáték filmtreatmentjén. Rendezőként most ezeken a diplomafilmeken dolgozom elég sokat. Meg egy dokumentumfilmet csinálunk fényfestészetről, ott operatőr is vagyok, meg aztán majd a vágásban részt veszek, mint rendező.
Hát eddig kisfilmekben gondolkoztam, meg gondolkoztunk, de most szeretnék csinálni egy nagy játékfilmet, mint mindenki. Most ezzel sokat foglalkozom. De közben nyilván párhuzamosan futnak a dolgok, semmi idő nincs semmire, de valahogy így ez az ilyen rohanás nekem termékenynek tűnik. Úgy gondolom, hogy ebből még nagyon nagy filmművészet születhet, ebből a fajta kis realizmusból épülő groteszk humorból.